Olaszország tehát egy olyan ország, ami ilyen értelme a gazdasági szuverenitását visszanyerte. Harmadik dolog, hogy Oroszországban létrejött egy hatalmi struktúra, amelyik bizonyos értelemben történelmileg talán normálisnak tekinthető, ezt kifajtó ilyen színesített egy pártrendszernek, vagy másfél pártrendszernek, politológus kell hozzá jó szavakat találni. De a lényeg, hogy van egy központi hatalom, amelyik ugyan olyan értelemben nem működik, hogy azt mondja, hogy mondjuk Csecsenföldön megszüntetjük a háborút, ezt nem tudja megszüntetni, meg itt szoktak ilyeneket mondani, hogy megküzdjük a korrupciót, vagy hogy tudom én mindenféle életet szokták mondani, fölfejlesztjük a tudományos technikai haladást, és orosz kivitelben már nem csak 5%-ig lesz egy értek arányú, mint ahogy ez Magyarországon volt a 70-es évek közepén, hanem ennek megfelelő nagyhatalmi státuszt fogunk a gazdaságban is végbevinni. Ezt nem tudják megcsinálni, de azért azt, hogy klasszikus, rövid távú ülés biztonságpolitikai célokat kövessenek, azt nem tudják csinálni. Ugye még a állítólag a amerikai iránt érdődő vonzalmáról is, meg pozitív országban alakult, ugye közel külföld fogalma, ami azt mutatja, hogy a független állam közössége, illetve hát a tudományosan mondjuk az új független államok, minden esetén, azért az annak a függetlenségét Oroszország igazán soha nem ismerte el. Azt gondolja, és ezt meg is írják tudományos meg politikai elemzésekben, hogy nekik előjogaik vannak. Tehát, hogy Oroszországnak, ahogy szokták mondani, léptérteke, hogy életben vágó érdekei vannak a tekintetben, Kijevben, Minszkben, vagy éppen Bakuban, milyen kormányzati forma van, a legutóbbi kirgisztáni szerepvállalás, a tadzsikisztáni szerepvállalás pedig hát bemutatja a grúziai háborúval, és sok minden egyébben együtt, hogy ezt a birodalom ugyan nem létezik, de ahogy az angolok szokták mondani, meghalt a király, éljen a király, meghalt a birodalom, éljen a birodalom. Ezek, amikről én most beszélek, olyan tények, amit senki beleértve az orosz elemzőket, és senki nem volt kétségbe, és ettől kezdve válik izgalmassá az, hogy vajon elhisszük-e azt, amit olvasunk az amerikai elemzőktől, hogy ez egy normális ország. Normális, az ember kellő kötelmi távolatban, csak kellő kontextusban tudja helyezni. Normálisra tudjuk, hogy ez egy olyan modell, amelyiknek sok minden sajátossága mellett a legfontosabb vonása az, hogy az állam és a társadalom, az állam és a gazdaság nem válik szét egymástól. És itt kezdődik az igazán izgalmas dolog, hogy akkor, amikor valami úgy néz ki, mintha az lenne, az biztos, hogy az nem lehet, csak az ellenkezője sem igaz. Tehát, ami úgy néz ki, hogy egy gazdasági lépés, mondjuk egy cég átvétele, sose tudjuk, hogy ez egy cég, vagy egy állam, a cég és egy állam bizonyos mértékben elszabadul, rendvédelmi szervei, vagy micsoda lépésének a tárgya. Hasonlóképpen, hogyha egy politikai lépésről van szó, akkor sem tudjuk azt, hogy itt most miről van szó. Homlokcsókról, vagy esetleg valami fajta gazdasági térnyerésről, esetleg mindkettőről, esetleg valamilyen biztonságpolitikai lépésről. Na ez a helyzet az, amiben azt gondolom, hogy az a könyv, amit az Ágnes mégiscsak megírt a Hámúri Jóska biztatására, ez hiánypótló, tudnilik. Olyan dolgokról szól, amiket mindenkinek tudnia kellene, de szerintem nem tud mindenki. Én magamon többször észrevettem, hogy idéz mindenféle forrásokat is. Emlékeztem rá, hogy én olvastam azt az újságot, pont ezt nem olvastam benne. Ez a régi időkben is így volt, ez ennek mindent elolvasott, kivéve azt, ami fontos volt, vagy ami az ő szempontjából lényeges. De Ágnes hihetetlen, éles szemmel válogatja ki ezeket az információkat, ezeket a tényeket, és összeadja, mint egy kirakó játékot, azt az összképet, amit igazából mindjártunknak tudnunk kellene, ám de nem tudjuk. Most még egy utolsó, és egy jót is akarok mondani a könyvről, hogy olyan nagyévű gazdaságelméleti, vagy társadalmelméleti fejtegetésbe bonyolultam, de ez egy nagyon izgalmas könyv, de lekerhetetlen könyv. Kézbe vettem, és be kell valami, hogy együttőben olvastam el, lekerhetetlen, mert annyira izgalmas, hogy az ember egyikről is hallott, másikról is hallott, csak pont nem azt hallotta, és pont nem állt benne össze oly módon, ahogy ennek össze kell állnia. Tehát krimiszerűen izgalmas könyvről van szó, hihetetlenül sok tényről, izgalmas összefüggésekről, és egy olyan elemzésről, amelyik iránytűként
szolgálhat mindenki számára, gazdasági, politikai szempontból, vagy egyáltalán csak a közügyek iránti érdeklődésből figyeljük azt, hogy mivé válik Oroszország, milyen ez az Oroszország, és mit is jelentenek azok a konkrét gazdasági ügyek, kik is azok a szereplők, akikről időnként a bűnügyi rovatokban, máskor meg a diplomáciai rovatokban olvashatunk. Úgyhogy megköszönjük Ágnesnek, én azt gondolom minden olvasó nevében, hogy ezt a könyvet megírta, és mindenkinek komolyan tudom ajánlani, halatlanul izgalmas, ennek az időnek is megfelelő olvasmány, nem csak érdemes eltenni, mert 2 év meg 5 év múlva is még folyásértékű lesz, nem lehet másholnap megtudni internetről, könyvtárból, mindenféle egyéb folyásokból, lehet próbálkozni, nem fog sikerülni. Nagyon izgalmas, jó könyvről van szó, ami örömmel ajánlok a minden részvevőnek, és